Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Gulyás Anita vagyok. Nézzük röviden mai műsorunk tartalmát. Átadták a kalendárium tisztelet példányait. 75 méteres szakaszon készült új járda. Fontos munkát végeznek a rászoruló gyerekekért. A harmadik gyertya lángja is fellobbant. Most következő anyagunkban egy kiadvánnyal ismerkedhetünk, mely a térségi hírek mellett helytörténeti írásokat, céges bemutatkozásokat, kerti, háztartásbeli és egyéb tanácsokat is tartalmaz. 18 éve van jelen a térség életében, mára már jócskán kibővült a települések száma, akik évről évre rövid kis beszámolóval mutatják be fejlődésüket. A napokban került sor a tiszteletpéldányok átadására. A hagyományok szerint a Könnyű László Városi Könyvtár adott otthont a 18. Tamási kalendárium könyv bemutatójának. Kezdetben szinte csak városi vonatkozású írásokat tartalmazó kiadvány az idők során kibővült, napjainkban már 23 járásbeli település szerepel benne éves történéseivel. Mi ezt egy évkönyvnek szánjuk. Az elmúlt 12 hónap, 13 hónap történéseit szedjük össze. A települések beszámolnak az elmúlt időszak főbb történéseiről, mi pedig igyekszünk olyan események után menni, amelyek hát kiemelkedőek voltak az elmúlt időszakban. Nagyon sok közreműködőnek hála, nagyon sok cikk, írás, fotó érkezik hozzánk már előzetesen, ajánlat, témajavaslat, akár készanyag is, nagyon sok a készanyag, amit kapunk, viszont hát utána kell menni, mert hát a jó magyar szokás szerint mindenki kényelmes, és kényelmesebb, hogyha mi megyünk házhoz, és akkor elkészítjük a riportot, a beszélgetést, megkeressük az új szereplőket. A helytörténeti témák mindenképpen a legkedveltebbek. Vannak olvasók, akik kimondottan egy-egy szerzőnek az írását kedvelik. A települések éves összefoglalói, azok egy picit úgy bekukkantás a másik életébe. Valamikor még az újságokban volt ilyen rovat, hogy a települések bemutatkoznak. Mi ezt kicsit bővebben, öt oldalba tesszük meg. Hát én úgy gondolom, hogy a település, a környéken lakók kíváncsiak a szomszédos településekre, hiszen a kalendárium a járás egy jelentős részét, egy összefüggő részét fedi le. Az internet világának gyors terjedése ellenére a kalendárium sikere töretlen. Hát én azt gondolom, amíg lesz jó könyv, addig lesz olvasó is. Én nem temetném a könyveket, sőt a statisztikák úgy gondolom, hogy erre rá is száfolnak, hiszen a könyv kiadás egyszerűbbé vált, kis példányszámmal is meg lehet jelenni. Én azt gondolom, hogy nem minden csak az ellenőrizetlen online, és a Facebook és egyéb. Én azt gondolom, hogy a könyvnek lesz még létjogosultsága, ami időnket biztos, hogy kitart. Amikor a nyomdába kerül az anyag november 15-én, akkor a maradékkal már sakkozunk, hogy akkor jövőre hogy tudjuk ezt aktualizálni, és természetesen az év a kalendáriumba kerülő anyagok már ötletet adnak számunkra is a következő évi folytatáshoz. Az ötletek az nem kettőnké, hanem a közreműködőké, tehát nélkülük már szerintem már rég kifolytunk volna. 18 évet nem lehet itt több ezer oldalt csak kettőnk ötletére alapozni. Mi úgy vagyunk, mint az autókereskedő, hogy a törzsvásárlóinkból élünk, nagyon sok hasznos információt, nagyon sok ötletet, témajavaslatot kapunk az olvasóktól is, meg a közreműködőktől is. A könyvbemutató az általánostól eltérően a miénk egy zárt körű. Azokat a személyeket hívjuk meg, akik részben közreműködtek, illetve azoknak mondunk köszönetet, akik támogatásukkal életben tartják a kiadást, úgymond megkönnyítik. És ez egy kis házi ünnep, mi ezt annak szánjuk, egy köszönetnyilvánítás azoknak a személyeknek, akik nélkül ez a kalendárium 18 éve nem jöhetne egyetlen évbe se létre. A szerkesztők elmondása szerint a témaötletek kifogyhatatlanok, mindig jönnek újabb és újabb megkeresések, hogy mi az, aminek még helye lenne ebben a sokak által kedvelt kiadványban. A háttérmunka, amelynek köszönhetően december elején a kezünkben tarthatjuk a kis könyvecskét, több hónapot vesz igénybe. Ez úgy működik, hogy a János összegyűjti az anyagokat, a szerzőktől, közreműködőktől begyűjti, azokat javarészt ő begépeli, begyűjti a fotókat, illetve egyéb háttér dolgokat, azt átadja nekem, és akkor én elkezdem olyan augusztus-szeptember környékén
könyvé formálni, gyúrni. Túlnyomó részt az utolsó pillanatban tudjuk csak befejezni, tehát a nyomda már telefonál, hogy hát akkor kéne az anyag, és mindig a végére marad. A kalendáron ma köszöntő és köszönetnyilvánító gondolatok után a 23 település elmúlt évének történéseit és számos történetét rejti magába. A legelején, amikor elkezdtük, akkor nagyon próbáltunk olyan tudományos szemmel gondolkodni, hogy hogyan lenne jó. Most az utóbbi években már nem. Tehát ahogy épp jól esik, vagy ahogy épp sorba jönnek, vagy ahogy szerintünk jó lenne, úgy rakjuk össze a dolgokat. Mindig végigolvasom minden egyes cikket, mielőtt bekerül. Azért az kell hozzá, tehát hogy érezzem a hangulatát magának a cikknek, illetve a riportnak, vagy épp amiről szó van, hogy milyen módon, vagy hova kerüljön be. Engem a helytörténeti témák, amik érdekelnek, illetve a lovas témák, ami még úgy a szívemhez közel áll. Mintegy 5,2 millió forintos beruházásnak köszönhetően újabb járdaszakasz újult meg Tamásiban a lakosság által befizetett kommunális adóból. A budai városrész forgalmas szakaszát a Gonozdi patak mentét sikerült így mindenki számára kényelmesen közlekedhetővé tenni. A járdaszakasz szegélyező korlát is ebből a forrásból készülhetett el. Nézzük, hogy is fest ez a városrész most. Egy sokak által használt járdaszakasz felújítása valósult meg Tamásiban a lakosság által befizetett kommunális adóból. 75 méter hosszú, körülbelül 100 négyzetméter felületen valósult meg az önkormányzati finanszírozású projekt, amely az útszakasz melletti korlátot is magába foglalja. Amikor 5 évvel ezelőtt az önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy bevezetésre kerül a kommunális adó, akkor egy olyan döntés is született, hogy ezt minden évben kizárólag utak és járdák felújítására fordítjuk. Ebben az évben a Hírt-Ferenc utcát sikerült teljes egészében megújítani, illetve ezt a járdaszakaszt, ami mellett itt állunk, ami azért is fontos, mert ez egy nagyon nagy forgalmú járda, és sokan közlekednek itt a két városrész között. A járdaszakasz ezen részén található egy artézi kút, amely egy pozitív kút, ami annyit jelent, hogy a víznyomás hatására a felszínt fölé emelkedik, ezért folyamatosan szolgáltatja a vizet. Az artézi kutak vize egyébként természetes úton tisztított, a különböző szennyeződések a tároló kőzet szemcséken megmaradnak. Sajnos ebből a Budán található 2010-ben felújított kútból már nem lehet vizet venni. Ez a kút régóta nem működik, egyébként egy pozitív kút volt, de mióta azon az úgynevezett érem van, amin az egyik vízmű kutunk, így ez nem valószínű, hogy működni fog most már valaha, tehát ebből a forrásból, ami ennek a kútnak a vizét adta, ez a városnak a vízellátását oldja meg a helyi vízmű. Úgy tehát a kút szép, de nem valószínű, hogy fog működni, maximum akkor, hogyha nagyon magas lesz a vízállás. A településrész, ahol sikerült saját forrásból a járdaszakaszt felújítani, sok fejlődésen esett át az utóbbi időben. Budán vagyunk, és hála Istennek ezt az utóbbi egy-két évtizedben egy kicsit hátrányos településrészt fokozatosan sikerül rendbe tennünk, hisz a járda egyik végén található a sportokháza, illetve a Hunyadi tér, amely a közelmúltban került felújításra, és majdnem a másik végén pedig a Zöld Pont és Civilház nevű szintén új, megújult épületünk, aminek az átadására hamarosan sor kerül majd. Nagyon-nagyon sok olyan járda és út van, ami még felújításra vár a városba. Ezzel gondolom nem mondok újat, tehát itt még nagyon sok munka áll előttünk. Igyekszünk a legforgalmasabb és a legrosszabb állapotban lévő járdákkal, utakkal haladni, illetve hát ezeket próbáljuk előre venni. A projekt kapcsán apróbb festési munkák maradtak a tavaszra, melynek során a Gonozdi patakot átszelő híd korlátja is zöld színt kap majd.
Tamási Város önkormányzata 1991-ben alapította meg a Rászoruló Gyermekekért Alapítványt, mely a városban élő, rászoruló, iskoláskorú gyerekek életét hivatott segíteni. Számos forrásból gazdálkodnak, a helyiek számára a legkézenfekvőbb a minden évben megrendezésre kerülő jótékonysági est a település diákjainak közreműködésével. Most egy kis betekintést kaphatunk az alapítvány munkájába. Tamásiban a Rászoruló Gyerekekért Alapítvány támogatja a szociálisan gondokkal küzdő gyermekek családban történő nevelését, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében is segítséget nyújt. A kuratórium alapítványát három fő önkormányzati delegált, dr. Évész Otto a kuratórium elnöke, Juhász Flatter Bernadett tag és Balassa Zoltán én tag vagyunk. Hozzánk csatlakozik három intézmény delegáltja, a Vürc Ádám általános iskola delegáltja, a Béri Balog Ádám katolikus gimnázium delegáltja és a Vályi Péter szakképző iskola delegáltja, és a munkánkat segíti az önkormányzat részéről az aljegyzőasszony Lidia. Kétszer ülünk össze egy évben, egyszer egy tavaszi és egy őszi időszakban. Az intézmények delegáltjai hozzák azokat a támogatandó gyermekek névsorát, akiket támogatni szeretnénk, akkor egy ilyen kuratórium is úgy zajlik, hogy minden intézmény föl elmondja, hogy kik azok a támogatandó diákok, akiket szeretnének támogatni, milyen támogatást szeretnének, és a kuratórium egyhangú szavazattal szokott dönteni. Alkalmanként 50-60 diákot támogatunk, a tavalyi évben például durván 100 diákot támogattunk 1.440.000 forint értékben. Hát ez nagyon sokféle támogatás jelent, lehet egyszerűen egy élelmiszer támogatás, például nagyon sok gyereknél sajnos problémát okoz az ebéd befizetése, nagyon sok gyereknek ruhára van szüksége, de egyre több az a probléma, hogy nem tudnak részt venni a kirándulásokon, az osztálykirándulásokon, az osztálypénzt kell beadni, ezeket támogatjuk. De nagyon sok olyan támogatás volt, ami a nyelvvizsga támogatása volt, vagy tankönyv támogatás volt, vagy például sok esetben támogattunk erdei iskola támogatásokat, vagy hát erdei iskola belépőket. Azon kívül volt néhány extra támogatásunk is, volt egy olyan kisfiú, aki nagyon nehezen tudott írni, és így az írásbeli beszámolóit nem tudta megtenni, ezért egy laptopot kapott, és a laptop segítségével tudta dolgozatokat beadni. Vagy volt egy olyan kisfiú, aki mozgásában korlátozott volt, és hogy a mozgását segítsük, egy ilyen tornagép, mozgatógépet kapott. Most pedig, hogy a pandémia ideje volt, így egyre jobban megnövekedett az igény, hogy online oktatáson vegyenek részt. És azokat a gyerekeket, ahol nagyon tehetséges, okos gyerek, de szülők nem tudják támogatni, ebben az évben három laptoppal támogattuk. Az alapítvány, amely azon munkálkodik, hogy a városban ne legyenek nélkülöző gyerekek, többféle forrásból gazdálkodik. A tavalyi év egyik legnagyobb adománya a városban működő húsipari cégtől származott, mely több millió forinttal alapozta meg az idei támogatások összegét. Évente az önkormányzat részéről durván egy 300.000 forintos alap támogatást kapunk. Azon kívül van az önkormány és az alapítványnak egy alaptőkéje, ami nem nagy alaptőke, egy milliós nagyságról alaptőke, annak most már a kamatai sajnos elfogytak, de régen például voltak a kamatbevételek. Az úgynevezett kulturális műsor, ami évente egyszer elő szokott fordulni, tavaly sajnos elmaradt, a művelődési központban tartják ezt a kultúrműsort, ennek a bevétele, ezen kívül pedig vannak az SZIA-ból befolyó bevételek, amit magánemberek adnak. Az lep meg, hogy már az osztálypénzre sincs pénz, hogy élelmiszerre sincs pénz. Tehát régebben azért az volt a jellemző, hogy valami egyéb kulturális programra adtunk pénzt, vagy akár a nyelviskolára, vagy még egyszer bemítettem az erdei iskolára. Most inkább ezek a támogatások vannak. Volt olyan, hogy a pedagógus fölhívta a szülő figyelmét, hogy lehetőség van egy ilyen támogatásra, és a szülő nem élt vele, de nagyon sok esetben volt olyan, hogy a pedagógusok jelezték a szülőknek, hogy ezt használják ki. És nagyon sok olyan testvérpár kapott, és folyamatosan is kapott támogatást, akik enélkül nagyon sok mindentől elestek volna. A közalapítvány három évtizedes fennállása alatt sok fiatal életét segítették, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkájukra egyre inkább szükség van. Azt gondolom, hogy nem csak ránk, hanem azokra a támogatókra is, akik eddig segítették a munkánkat. Mi, mint kuratóriumi tagok természetesen továbbra is rendelkezésre állunk, és én azt gondolom, hogy a következő évre
minden további nélkül tudunk segíteni a gyerekeknek. Mi úgy fogadjuk a támogatásokat, olyan történt már nagyon sok, hogy engem megkerestek azzal, hogy tudják, hogy a kuratórium tagja vagyok, és hogy szeretnének támogatást nyújtani. Van az alapítványnak egy bankszámla száma, erre lehet támogatást adni. És hogyha most így lehetőségem van, akkor én fölhívom arra a figyelmet, hogy most itt az évvége közelettével a jövő évi, tehát az idei évi adóbevallás kapcsán az alapítványnak ajánlják fel az 1%-ukat, és ezzel is tudják segíteni a Tamási diákokat. Elmúlt advent harmadik hétvégéje is, ami Tamásiban ismét színes programokat tartogatott az érdeklődők számára. Vasárnapi sztárvendég a magyar Tom Jones jelzővel illetett előadó volt, aki ezt egyáltalán nem kedveli, de hogy ennek mi az oka, ez is ki fog derülni a következő percekben, tartsanak velem. Tamásiban advent vasárnapjának délutánja a megszokott módon kézműves foglalkozással indult a művelődési központ aulájában, ahol az ügyes kezek ezúttal ajtódíszt és manósapkát készíthettek. Az ünnep nélkülözhetetlen eleme a mézes kalács, melyet ezúttal a helyszínen szaggathattak és díszíthettek, nem csak a legkisebbek. A téren eközben javában gyülekeztek az ünnepre hangolódni vágyok, akik a Pántlika néptánc együttest köszönthették elsőként a színpadon. A hagyományápolás egyében a pásztorjáték, a luccázás és a betlehemezés elevenedett meg a színpadon. Maga a fellépés is, tehát a műsorfolyam is a hagyományőrzésre épül. A Pántlika Néptánc Együttesnek kiemelt feladata a hagyományápolás, a hagyományőrzés. Luccázást szoktunk a gyerekeknek csinálni évek óta, ami egy egész napos program. Azért a vírushelyzet teljesen átírja ezeket a programokat, és kisebb mértékben tudnak megvalósulni. Teljes létszámban sem tudtunk most szerepelni, hiszen úgy készültünk, hogy mind a három korosztályunk színpadra áll, színpadra is állt, de azért vannak hiányzóink. Kisné Kecskeméti Eszter koreografálta meg, és Gulyás Ildikó és Eszter férje kísérte a műsorunkat. Ők állították össze biztosan a hagyományápolás és a hagyományőrzés mentén. A nehézsége abból adódik, hogy szokatlan nyelvezete van, hiszen nem a mai szavakkal fejezték ki akkor az adventi időszakban az énekeket, és talán ez a mi nehézség szerintem, meg és a dallama is sem a mai pörgő világunkhoz, hanem inkább egy lenyugvó dallamvilágot sugal. A betlehemezés a hagyományőrző vidékeken ma is élő szokás. A csoportok azonban már nem spontán módon szerveződnek, hanem többnyire egyházi, iskolai segítséggel, a honismereti és hagyományőrző közösségek tevékenységének eredményeként. Tamásiban a pántlikások, akik ezeket a hagyományokat megelevenítik, ezúttal az ünnepi színpadon tették ezt. Ebben az évben talán különösen igaz, hogy még nagyobb értéke van a hagyományoknak, hiszen kitartunk. Ugye nem volt hozzánk egyes első, második, sőt most igazából a harmadik adventi hétvége sem, mármint időjárás szempontjából, de az ilyen koronavírusos időben szerintem egyre jobban felértékelődik az, hogy azért látszik, hogy bármilyen időjárás lehet, jönnek az emberek, próbálnak egy kicsit úgy élni, mint ahogy annak előtte éltek, és azért látom a mosolygós gyerekeket, hiába fúj a szél, isszák a forró teát, a forradbort, és állnak sorba a kürtős kalácsért. Szerintem ez kiemelt cél lehet, hogy mindig megmaradjon.
Ma örömvasárnap van, ugye a harmadik gyertyát gyújtjuk, hamarosan itt van karácsony. Én mindenkinek azt kívánnám ezúton is, mert lehet, hogy többet már idén nem állok, legalábbis karácsonyot nem állok a kamerák keresztüzében, hogy békés, nyugodt, szép családi karácsonyok legyen. Három gyerekem van, azt sem titok, ezt is tudod, hogy azért három különböző korosztály, ugye most már szinte felnőtt a lányom, és a 10 éves a legkisebb, nagyon érdekes, mert azért próbálják megtartani kicsik és nagyok is ennek az egész ünnepnek a szentségét, és szépen haladunk mi is sorba. Mindennek megvan a maga ideje, hogy mikor, mire készülünk. Most már lassan a konyha felé veszi mindenki az irányt, és készülünk ugye az utolsó hétvégén, még mézes karácsüt és ilyesmik lesznek, amit hála Istennek nem én intézek, de utána a konyhába átveszem a terepet, és a karácsonyi menü elkészítésében én általában komoly szerepet szoktam vállalni, de ez így is van jó, mert ezt is szeretem csinálni. A hideg decemberi vasárnap indokoltá tette a forró italok kortyolgatását, melyet meg is tettek a tamási adventi vásárra érkezők, miközben a kézműves termékek közül a fa alá való ajándékokat válogatták. A legkisebbeknek is határozott elképzelésük van arról, hogy miért jók az e fajta rendezvények. Egy kicsit együtt vagyunk, tudunk egymással beszélgetni, várjuk együtt a karácsonyt. Én a kézzel készített ajándékot sokkal jobban szeretem. Rajzolok. Készítek saját kézzel szappant. És ilyenek. Rég nem látott ismerősök üdvözölték egymást, és beszélgettek az ünnepi díszbe öltöztetett rendezvénytéren, ahol a hideg se szekte kedvét senkinek. Mosolygó arcok, boldog tekintetek és jókedvű beszélgetések szőtték át a kora estét Tamásiban. Mézes kalács sütés az belefért, közösen a családdal, a többi az meg olyan hétköznapiasan történik, annyira nem adventi a készülődés. Lassan elmúlnak a sötétek napok, nem maradtak itt a fáradt dallamok, valahol az álmaimban jártam már, tűzszél változott az ágyam. Az 1993-as Pop Rock Fesztivált megnyert Öreg járgány szivatóval indul című dalával ismerte meg az ország Majsai Gábort, akit a magyar Tom Jonesként is emlegetnek. Annyira én nekem nem megtisztelő, mert jobban szeretem saját nevemet, ugye itt nem messze van Majsa, Majsai Gábor, azért azt jobban szeretem ezt a nevet. Volt egy fesztivál, amikor énekeltük ezt az Öreg járgányos dalt, és akkor a médiások találták, hogy a hangom, meg a fazonom, nem tudom, hogy miért, pedig sose énekeltem előtte Tom Jones-t, hogy mennyire hasonlít, és akkor azóta is mindig ezzel macerálnak, meg énekeljék Tom Jones-t, tudok és szeretem is, meg találkoztam Tom Jones-szal már körülbelül 5-ször élőbe beszélgettünk, ugye koncertek alkalmával, amikor vagy itt volt, vagy Bécsbe lépett fel, de azért én jobban szeretem a Majsai Gábort. És ugye hát amióta saját dalokat is írok, még pláne ő nem tud dalokat írni, úgyhogy már adtam neki CD-t, még nem telefonált, hogy szeretném megcsinálni egy-két dalomat. Ilyen színes kavalkádot próbáltam összeállítani, és hát nyilvánvaló, hát a szívem csücske saját dalok. Egyértelmű, azt úgy írom, hogy magamnak, a közönségnek természetesen, és hát az én vagyok igazából. Én most utoljára, ugye csináltam egy nagy zenekari lemezt, ahol egy 22 tagú zenekarra ilyen swingeset, utána csináltam egy lazább swinges lemezt, amiben ilyen bosszanovák vannak, ilyen jó ritmusos lemez, és a legutolsó lemezem az egy ilyen egy kicsit ide is kanyarodok, meg oda is. Az ember ugye nem, legalábbis én nem szeretek mindig ugyanazt csinálni, ugyanazt, mint ha Mick Jagger 80-szor elénekli egy nap a I Can Get No Satisfaction-t. Én szeretek mást is énekelni, és ez az utolsó lemezem, a hangulatok, az egy ilyen színesebb lemez lett, amiben van ilyen swinges, van egy kicsit olyan rockosabb, van egy kicsit, és most az új dalaim is, most már elkészült 5-6 új dalom, az is ilyen mindenhonnan csipegetek, ami jól áll nekem. Természetesen nem olyat fogok énekelni, amit mondjuk szeretnék, készítését is szeretem, de azt nem fogok soha énekelni, mert az már nem az én stílusom tényleg.
Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!